ami Izraelben is most zajlik, az egy dráma. Az szerűen az embernek a lelkét megrázza, hogy mi lesz itt. Mert az, hogy így gyűlölni a vallásos embereket, ahogy most Izraelben, a zsidó, nem is mondanám baloldali, mert nacionalista jobboldali pártoknál is tele vannak vallásos gyűlölettel. Ugye ezért jött létre patthelyzet Izraelben. Vallás, az oka vallás gyűlölet. Egyértelmű. Olyan ellenséges magatartás jött létre a vallásos zsidókkal szemben. Ne értsetek félre, de hát én szeretem az arabokat, nincsen semmi problémám velük, de az, hogy amikor zsidó államban közelebb érzi magát az arab pártokat, mint a zsidó testvérét, és az azt jelenti, hogy mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül szeretik az arab politikusokat Izraelben, de azt látom, hogy nagyobb a gyűlölet a vallásosok emberek felé. Ez egy borzalmas, nagy, rossz hír. Mert ha a vallás felé, az ortodox felé ekkora a gyűlölet, akkor nyugodjátok meg, hogyha ez az erő hatalomba kerül, akkor a keresztényeket is legalább annyira fogják gyűlölni. Ez az elmúlt évtizedekben, vagy modern Izrael államának a megalakulása óta példátlan. Ez példátlan. És olyan helyzet alakult ki, hogy úgy beálltak az emberek, beásták magukat a saját maguk meggyőződésébe, hogy jelen pillanatban senki nem akar engedni. És higgyétek el, hogy ez tükrözi az emberiségnek a jelenlegi állapotát. És ha valami nem tud megijeszteni, hát akkor semmi nem tud megijeszteni, mert ez már szerintem végidőjele. Ebben biztos, hogy Isten keze van. Tehát, hogy megengedte Isten, így értem.